A mai vendégem így nyilatkozik magáról. Amikor elkezdtem, Magyarországon még nem volt szexfilmgyártás. A filmeket vagy turistaként hozták be az emberek, vagy az akkori egyetlen kiadott cég adta ki itthon, szinkronizálva. Hazai gyártású film azonban magyar szereplőkkel nem készült. Nem nehéz kitalálni, miszerint a mai vendégem Kovi Kovács István, a felnőtt filmgyártás koronázatlan királya. Több mint 150 filmet forgatott, 4 alkalommal nyert pornó-oszkárdíjat a Las Vegas-i AVN fesztiválon. Összesen 27 díjat mondott magáénak. És hogy mivel foglalkozik ma? Szintén idézném őt. Akinek 4 pornó-oszkárdíj van a polcán, milyen más szakmában tud elhelyezkedni? Csupán ott, ahol nem kell magyarázkodni egy esetleges állásinterjún. Érdekel az egészség, a pénz, az érzelmes sztorik? Netán a jövőt fürkészed? Sztárjainkkal és szakértőinkkel tabuk nélkül beszélgetek két hetente aktualitásokról, az életről. De nem lesz ritka egyáltalán készített, őszinte véleménypodcast sem. Én pedig Balázs Farkas Adrián vagyok, a Forró Panamában jelentkezem. Egy igazi, szókimondó és bevállalós csajnak ismernek. Adásaimat ebben a szellemben készítem neked. És ha tetszenek podcastjaim, kérlek válj támogatómmá. A balázsadrián.com weboldalon ezt megteheted, ha rákeresel a támogatói gombra. De ne felejtsd el, az oldalon friss híreket találsz a podcastekkel kapcsolatban. Ez itt a Pár perc Adrival tabuk nélkül podcast. Azon kívül, hogy te vagy Kovi Kovács István és filmproducer, és rengeteg pornófilmet rendeztél az elmúlt években, elmúlt 20-30 évben, ugye elkezdtél egy teljesen új életmódot is folytatni, de nagyon keveset olvastam rólad mostanában a sajtóval, nagyon kevés interjút láttam. Mi van veled egyébként? Hogy telnek a hétköznapjaid? Mesélj valamit magadról. Üdvözöllek téged is, meg a nézőket is. Az az ok, hogy nem vagyok annyit mondjuk címlapon, vagy egyetlen szerepelni újságban, nem szerepelek annyit, mert amivel most foglalkozom, az nem egy olyan népszerű téma, abban nincs szenzáció, itt nincsenek ennek a műfajnak népszerű sztárjai, most nevezhetnék Michelle White, Maya Gold egyéb, tehát egész egyszerűen ez az oka. A másik oka pedig az, hogy én annak idején sem, amikor én úgy hívom egyébként ezt a műfajt, nem úgy, mint ahogy te, hogy pornófilm, felnőtt filmek, igen. Igen, felnőtt film, tehát amikor nem, eleve nem szeretem szólt, hogy pornós, vagy pornózik, vagy nem tudom. Tehát amikor felnőtt filmeket forradtam, én akkor sem voltam az a típus, én, sőt, még magamra nem is szerettem, hogyha azt mondták, hogy celeb, mert én nem is tartottam, meg tartom magamat, most meg főleg nem celebnek, hanem azt mondtam, hogy ismertebb ember vagyok, mint az átlag. Tehát amikor ismertebb ember voltam, mint az átlag, akkor sem törekedtem arra ellentétben a celebekkel, hogy minden áron címlapon legyek, mert nekem több olyan ismerősöm van, akikkel jóba vagyok, és akik mondjuk celebek, ők azt mondják, hogy nekik muszáj, mert a szponzor megköveteli. Nekem nem volt, és nincs is szponzorom, nekem nincsenek ilyen e-maili kötelezettségeim, és nincs feltűnési viszketegségem sem. Ehhez az kell szerinted feltűnési viszketegség, hogy a sajtóban legyen folyamatosan? Hát most én mindig azon szoktam feleségemmel, Magdikámmal mosolyogni, amikor az egyik bulvárlapot tartjuk a címlapon, és amikor XY titokban megházasodott, és ott a címlapon. Hát persze, hogy kell. Hát nyilván megvan ennek is az üzleti oldala, de hát most olyan dolgokat olvas az ember időnként a bulvárban, amire én azt mondom, hogy hát még a fizetének se adnám ki ezt az információt. Ott vannak ezek a tévéműsorok, hogy nem tudom, pár százezer forintért bohócot csinál magából valaki, mert mint a minden nyavaját a fejére önt, aztán kakastolva, vagy kakas, vagy tyúk, mi az? Tyúktolva hemperget. Vagy bármilyen ráöntik a cementet, vagy éppen bármi, most éppen a nyerőpáros megy, ahol tegnap láttam egy részt, és mindenfélét ráöntenek a szereplőkre. Szóval igen, hát igen, vannak ilyen emberek, akik szeretnek. Amikor még úgy benne voltam a fókuszban kicsit jobban, akkor minket is hívogattak egy-egy ilyen műsorba, és
volt olyan, amire azt mondtam, hogy menjünk el Magdikámmal, ő volt az, aki azt mondta, hogy nem, és amikor nem menjünk, pedig komoly pénzt fizettek volna érte. De a komoly pénz az mit jelent? Mondjál valamit. Tessék? A komoly pénz mit jelent? Avasd be a részletekbe. Hát olyan közel 7 számjegyű. És Magdikám azt mondta, hogy nem, nem megyünk, és amikor utólag visszanéztem egy pár adást, pár olyan adást, ami ugye, amiben mi is szerepeltünk volna, hát azt mondtam, hogy jó is, hogy nem vállaltuk el, mert hogy az én Magdikám úgy adhagyta volna a forratást, mint Eva Szaharát, és akkor azt tudjuk, hogy kőkemény ködbérek vannak ilyen esetben, tehát a női megérzést én mindig hallgatok rá, mert csodálatos megérzései vannak, az itt is nagyon bejött. Tehát akkor mondhatni, hogy azért valamilyen szinten direkt vonultál a háttérbe, és kezdtél olyan életbe, amit tulajdonképpen nem vagy előtérbe helyezed, de azt mondtad egyébként, hogy olyannal foglalkozol, ami nem annyira kelti fel az érdeklődést. Hát azért a fogyás, mint olyan szerintem, és lefogyni azért, hát aztán Sóbert Norbi is, hát nagyon is az előtérbe van mondjuk egy ilyen típusú biznisszel. Hát oké, hát neki muszáj előtérbe lenni, mert neki, hát ebből van, tehát ő ebből él, ez a reklám. Neki kell meg, hát ugye gondolom a szponzorok miatt is. Nekem nem kell. Amivel én foglalkozom, és akkor igazából nem is válaszoltam az eredeti kérdésedre az elsőre, hogy én 97 kilót fogytam, de még mindig van rajtam súlyfölösleg, és ezt tudom, tehát még egy 20-as le fogok adni, de nem sűrít az idő, azért nem, mert egy olyan módszert találtam, amivel magyaros ételekkel egy pillanatnyi éhezés nélkül lehet fogyni. És sokan nem is hiszik el, hogy olyanokat eszem, vagy eszik az, aki ezt a módszert csinálja. Nem tudom, kimondhatom-e a nevét. Ne, hogyne, nyugodtan, persze, természetesen. Ez egy magyar étrendkiegészítő ital, Regenora neve. Ezt egy magyar természetgyógyász találta ki, ő rakta össze, és a hozzátartozó magyaros étrendet is ő állította össze, és ezt sokan nem hiszik el, hogy a Regenorral szalonnát, töpörtyűt, hurkát, kolbászt, ez az igazi főzelékeket, leves, ki mit szeret, az igazi magyaros kajákkal lehet lefogyni, és ez nekem nagyon bejött, és nagyon tetszik, és ezt tudom ajánlani másoknak is, és ezt nagy szeretettel, örömmel fogadják, akik elhiszik. Mert nem minden, én se hittem el rögtön, nem mond már szalonnával fogyni, csülökkel, meg oldalassal. Hasonló egyébként a Norbinak a módszeréhez, de ezt vissza fogunk térni a végére, ehhez a módszerhez, mert nagyon szeretnék erről kérdezni még. Egy kicsit maradjunk még a múltadban, és tapogatozzunk a felnőtt filmeknél. Az is eszembe jutott, hogy világéletedben gyakorlatilag olyan dolgokba kezdtél bele, ami mindig jól profitáló volt, hiszen a felnőtt filmek gyártása, most a fogyással való foglalkozás, mind azért egy nagyon jó profitáló üzlet. Neked érzéked van ahhoz hozzányúlni, hogy miből kell pénzt csinálni, vagy miből kell bizniszt csinálni? Ez neked tudatos választás, vagy jön magától? Én nem erről az oldalról közelíteném meg a dolgot, hanem arról, hogy valamit, tehát én egy olyan típus vagyok, olyan típusú ember vagyok, hogyha valamit belekezdek, akkor azt 100%-osan csinálom, tehát én nem tudok félgőzzel csinálni semmit. És én azt gondolom, lehet, hogy így most beképzeltségnek tűnik, de én azt gondolom, hogy én ettől a hozzáállástól, meg a habitusom miatt én sikerre vagyok ítélve, mert én elkezdtem csinálni dolgokat, sikeres volt. Aztán egyik pillanatról a másikra puff, vége lett, lenullázódott, tehát magas sor, nagy zuhanás, aztán belevágtam egy újabb dologba. Azt megint sikerre vittem. Aztán annak is vége lett, egyik pillanatra a másik, az úgy megint, és akkor most megint belevágtam, és akkor ezt megint sikerre viszem. Tehát azt gondolom, és ezt azért olvastam is, nem tudom jól idézni, de a lényeg az, hogyha valaki sikeres akar lenni, akkor többször kell a magasról leesni a mélybe. Tessék? Elbukni, úgymond, tehát kötelezően el kell bukni valamit ahhoz, hogy sikeresen. Abból tanulunk sokat, azt mondott te is. Tessék? Hiszen abból tanulunk sokat, azt mondott te is, tehát a bukásokból tudunk építkezni? Igen. Igen, hát egyik nagyon fontos eleme, hogy megtanulsz emberré válni. Van is egy ilyen mondás egyébként, hogy amikor fölfelé mész a rangdétrán, figyelj arra, hogy akiket lehagysz, sose taposz a kezükre, mert visszafelé velük fogsz találkozni. És ez egy nagyon nagy igazság.
ez egy nagyon nagy igazság, és ezt megtanulod kezelni, amikor abban a szituációban kerül netán az ember, nem is mondom, hogy te, tehát megtanulja az ember kezelni, és például megtudja azt, hogy kik az igazi barátai. És akkor hány igaz barátod maradt ezeknél a lejtőknél, vagy ezeknél a visszaeséseknél? Nagyon-nagyon rostálok most már. Most már nagyon-nagyon szigorúan megnézem, hogy ki az, akit a barátomnak nevezek. Volt egy baráti társaság, akit csak akkor neveztünk baráti társaságnak, amikor összejártunk, aztán utána már rájöttünk a Magdikámmal, hogy ez csak egy társaság volt. Gondolom egy ilyen időleges társaság. Egy időleges. Sokáig voltunk, jártunk össze nagyon, és én azt gondolom, hogy szerettük is egymást, de azért hiányzott az igazi barátság. És olyan nagyon kevés ember van, akire elmondhatom, hogy egyrészt a legnagyobb bajban is társ volt, meg barát volt, meg segítő volt, de egy kezemben meg tudom számolni, hogy ki az, akit úgy tudok kezelni, hogy igazi barátnak tekintem őt. Hát gondolom, ezek évek alatt azért lerostálódnak, meg az ember, ahogy öregszik, azért egyre jobban átlátja ezeket a kapcsolatokat. Amikor nagyon sikeres voltál, és tényleg veled volt tele a sajtó, és tényleg mindenki a Michelle White nevét emlegette, meg a Monique-t, akikkel ugye forgattál is, akkor gondolom, rengeteg barát volt körülötted. Gondolom, és akkor ezt mennyire érezted őket igaznak abban az időben, vagy akkor hogy láttad ezeket a barátságokat? Hát ezek közül kerültek ki azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy tök jó dolog velem barátkozni, meg sikkes dolog velem barátkozni, meg a Kovi milyen érdekes munkája van, és azért, mikor volt egy buli, vagy egy születésnapi ilyen összejövetel, akkor én azt szoktam mondani, hogy az orvos nem tudja elkerülni, hogy az ő munkája ne kerüljön szóba egy bulin, meg gondolom a focista, meg én. Hogy fél óra múlva mindenki ott ült körülöttem, és mindenki a történeteimről, meg a sztóriaimról, meg a sztárok hátteréről, meg mi van vele, meg ő hogyan, meg micsoda. De az a szerencsé, hogy én szerettem, tehát éltem, az volt az életem, nem mondom, hogy éltem voltam, mert éltem, tehát az volt az életem. És amikor, tehát én azt mindig is vallottam, amikor a legelső munkámat csináltam, a legelső hivatásom volt, az is a hivatásom volt a hobbim. Fotóriporterkedésed volt, ugye a legelső, csak hogyha valaki esetleg nem tudnám. Igen, mint fotóriporter, és ezt imádtam csinálni, jönni, menni, nyüzsögni, mindig ott lenni, ahol történik valami, azt megörökíteni, de úgy, hogy ráadásul az én szemszögömből, de azért hitelesen. Vagy amikor nem mint riporter dolgoztam mint újságnál, hanem mondjuk műtermi fényképeket, vagy reklámokat, akkor is már azért körül voltam véve szép lányokkal, modellekkel. Aztán utána jött a filmezés, hát az volt, hát az is olyan 22-23 év volt, hogy az volt az életem. Most, amivel most foglalkozom, ezt ugyanígy érzem, hogy ugyanígy megtaláltam azt a hivatást, azt az életet, amire mondhatom azt, hogy simán a hobbim. Tehát tök jó vagyok ilyen szempontból. Shut up and sit down. Arra vagy képes, amiről elhiszed, hogy képes vagy rá. Segítek neked, hogy a jövő technikáját alkalmazd a vállalkozásodban. Indíts podcast műsort most. Légy az elsők között, és adj hangot termékednek vagy szolgáltatásodnak. Azaz rádió ott és akkor, amikor te akarod. Részletek a www.balázsadlien.com weboldalon, vagy a vállalkozói podcast csoportban a Facebookon. Visszakanyarodva, akkor te valahogy mindig megtaláltad azt, amit nagyon szerettél csinálni, és ebben lettél sikeres. Tehát sosem érezted, gondolom, ezek szerint nem érezted a munkát munkának. Tehát ez egy kaland volt számodra. Hát akkor irigyellek ezért. Hát amikor fotoriporter voltam, akkor azért annyira nem tűntem ki annyira, jobb voltam, mint az átlag, de azért annyira nem volt kiemelkedő a teljesítményem. Ott voltam, ahol kellett, megcsináltam korrektül a dolgokat, amik meg így, ez az újság része, mint fotoriporter.
amikor pedig ilyen modellfotózással foglalkoztam, vagy reklámokkal, akkor is mindig korrektornek csináltam, mindig volt munkám, mindig volt megrendelésem. Tehát rendben, tehát elismert voltam, akkor, amikor jött a felnőtt filmezés, hát ott meg azért azt gondolom, hogy Magyarországon, aki ezt elsőnek elindította ilyen profi szinten, azért műfajt teremtettem, tehát azt mondhatom, hogy azt is magas szinten műveltem, és ez megint csak nem szeretném, hogyha beképzeltségnek tűnne, de hát azért 28 hazai és nemzetközi díj ezt bizonyítja. Meg az, hogy a mai napig megállítanak az utcán, hogy drága Kovi úr, a maga filmjein nőttünk föl. Vagy az, hogy a mai napig megkeresnek régi üzleti partnerek, hogy de komolyan mondom, nem mondom, hogy napi szinten, de minden hónapban, havi szinten kapok 4-5 e-mailt, hogy szeretnék, hogyha újra dolgoznék, forgatnék nekik. Nem vállalnád újra ezt az egészet? Nem. Hát de amit vissza is utasítom. De miért nem? Azért, mert lezártad ezt az egészet, vagy azért, mert megváltozott ez az ipar? Mind a kettő. Mind a kettő? Mind a És miben kettő. Változott meg szerinted, ami már neked nem tetszik, vagy amiben már nem lennél komfortos? Azt szoktam mondani, és nem szégyellem bevallani, hogy amit én csináltam, arra most nincs igény, már nincs igény, amire meg igény van, azt meg én nem vállalom. Tehát mire gondolok? Mi annak idején olyan filmeket csináltunk, én azért találtam ki erre azt a megnevezést, hogy mese felnőtteknek, mert én azt mondtam, én mint, amit mindig is mondok, hogy egyszerű emberként, ami nekem tetszett, akkor azt gondolom a másik egyszerű embernek is ugyanúgy tetszik. És ezért voltak, mindig kérdezték, hogy mi a titkom. Nincs titkom, ez. És az volt a titkom, hogy én azt gondoltam, hogy ha én mint néző úgy gondolom, hogy de tök jó az a jelenet, és milyen szívesen lennék a srác helyében, akkor jó a jelenet, mert mi volt jellemző az én filmjében, nagyon jó tanítómestereim voltak, franciák meg olaszok, sose úgy tanítottak egyébként, hogy na Kovi ezt így csináld, na azt úgy csináld, hanem úgy, hogy egy Mario Salieri, egy olasz rendező, egy példa volt nekem, mert néztem a filmét, azt mondtam, hogy ezt tök jó, ilyet akarok csinálni. Vagy a francia Marc Dorcel. Hát a szakma csúcsa volt. Rengeteg dolgot tanultam tőlük, csak azáltal, aztán dolgozhattam is nekik szerencsére. És úgy, hogy elfogadták a én minőségemet, pedig a franciák, aztán nagyon kényesek. És úgy, hogy pusztán abból, hogy néztem a filmjeiket. És néztem, elemeztem, hogy most nem abból szempontból, hogy mi, hogy történik az ágyban. De azért hanem, úgy is, vagy úgy nem. Hát, de úgy is egyébként, mert azért itt azt szokták mondani erre a műfajra, hogy hát olyan sok variációja nincs, mert vagy így, vagy úgy, aztán ez végig. Én azért egy-két dolgot újat bele tudtam vinni, de az, hogy hogyan van, tehát az én filmjeim arról voltak híresek, az volt egy műfaj, hogy szép környezetben, szépen világítva, szépen kisminkelve, erotikus fehér neműben csinálták azt, amit csináltak, jól kinéző lányok, hölgyek, jóképű, jótestű pasikkal. Tehát mese felnőtt. Erre van igény, tehát erre most is van igény, akkor mégis mi a különbség? Tehát azt mondod, hogy van különbség. Hát azért, mert amikor mi volt az úgynevezett aranykorszak, akkor úgy azt mondhatom, hogy 3 filmet csináltunk mondjuk 2 hónap, tehát ilyen, tehát olyan időszak volt, hogy forgattuk a filmet, még vágták az előzőt a vágó kollégáim, de már kérték a következő, írtuk a következő forgatókönyvet. Tehát ilyen 2 havonta forgattunk le ilyen 3 filmet, de igazi nagy filmeket. És az volt, hogy ott volt történet, ja, és amit még mondtam a jellemzőkkel, hogy volt történet. Tehát ez egy örök vita volt abban az időszakban, ma már inkább eldőlt, hogy kell-e történet egy ilyen filmben. Mert a nézők egy része azt mondta, hogy én azért nézek ilyen filmet, mert csak arra vagyok kíváncsi, hogy mi történik. Főleg amikor még ugye
nagy divat volt, nem tudom, hogy Nyugat-Európában divat-e még, amikor dobálták be az egy eurósokat, és mit tudom én, két percig nézhette a jelenetet. Na elképzelem, hogy ő nem valami volt kíváncsi arra, hogy éppen a szereplők autókáznak mondjuk. Ő arra volt kíváncsi. Volt ez a rész, de volt, aki azt mondta, hogy ez film, én filmet akarok nézni, aminek része a szex is, és akkor most kimondtam ezt a szót, a YouTube nem tudom, mi szól hozzá, tehát része maga, és kíváncsi vagyok arra, hogy mi a történet, hogyan kerül össze egy férfi, meg egy nő, egy fiú, meg egy lány, aminek aztán vége a cseleke, az akció, így mondom. Most nincs története ezekben a felnőtt filmekben annyira? Tehát itt abszolút most már az a lényeg, hogy maga az action? Igen. Hát amiket én látok, igen, ráadásul úgy, hogy most elővehetném itt a mobilom, tehát a mai világban 200.000 forintért, 300.000 forintért kapsz egy olyan mobiltelefont, amivel HD minőségű felvételt tudsz készíteni. És szoktam mondani, már bocsánat a kifejezésért, ott van egy srác, ott van egy lány, meg itt van a mobil, dugjatok, én fölveszem, olyan, amilyen, aztán puf, teszi föl az internetre. És ha van belőle pénz, akkor jött, ha nem, akkor nem. Ennyire leegyszerűsödött, na ez az, ami nekem nem kell. Tehát amikor látok olyanokat, hogy szakmailag, tehát az, hogy nincs kisminkelve, meg mit a bőrhibák, meg ilyenek, tehát az én filmém azért voltak mese felnőtteknek, mert én azt mondtam, hogy olyat világot akarok megteremteni, ahol bármikor beleképzelheted magadat, és ott jól fogod érezni magadat. Ha nem, én éjjel kettőkor megállítottam a felvételt, mert egy pattanást láttam a lánynak a fenekén. A fél stáb már így az operatőrt kivéve már a fél sminkes az, 4000-szer küldött el melegebb éghajlatra, hogy ezért megálltunk kettőkor? Látod, mennyi az idő? Hát igen, tökéletességre törekedtél. De ez pénzbe kerül, tessék? Ez a tökéletességre törekedtél tulajdonképpen a filmben. Igen, csak ez pénzbe kerül, mert ez stábot igénye, először is forgatókönyv, először akkor utána jó csajok, jóképű srácok, akik teljesítőképesek, szép helyszínek megint csak többe kerül, szép világítás, ugye a lámpapark, a szakemberek, a jó operatőr, a jó sminkes, ezek mind-mind plusz pénzbe kerülnek, és ez manapság úgy látszik nem érték. Nem azt mondom, hogy ez teljesen megszűnt, de nem ez a fő csapás irány. És amikor mondtam neked, hogy úgy látszik eldőlt, nyilvánvalóan arra gondoltam, hogy eldőlt abba az irányba, hogy hagyjuk a sztorit, menjen. Mert abban az időben is tovább tekerte a történetet, és akkor csak oda tekerte, amikor még VHS volt, vagy mondjuk DVD. Hát a VHS szalagokon egyértelműen lehetett látni, melyik részek koptak el, mert ugye a feje, hogy koptatta a szalagot, mai fiatalok már biztos, hogy tudják, de ahogy kopott, tehát lehetett tudni, hogy mit tekertek vissza százszor. Nézzek meg annyiszor, igen. Szerinted? Hát megváltozott a világ, olyannyira megváltozott, hogy ugye vannak ezek a szex oldalak, ezek az online oldalak, ahol ugye a lányok, Live Jasmine oldal, például a Gattyán György milliárdos tett belőle, sőt, tőzsdére is megy ezzel a bizniszével. Ezen egyébként nem gondolkodtál el, hogy egy ilyesmi, de hát gondolom akkor, hogyha ennyire a minőség, mondjuk ott is lehet minőséget adni, tehát egy ilyen szex oldalnak az üzemeltetésében. Jelen nem gondolkoztál esetleg? Nem. Egyébként te kimondtad, akkor már én is kimondhatom ezt a szót, hogy Live Jasmine, hogy azon már nem tudsz versenyezni. Tehát mindent uralnak. A világ minden országából vannak modelljeik, a világ minden országában vannak rajongók, nézők, és ezt a Gattyán Gyuri, mi jóban vagyunk azért, mondhatom, hogy Gyuri, hogy ő ezt nagyon jól kitalálta, körülbelül 25-30 éve, amikor még korán sem volt biztos az, hogy ez lesz az internetből. Amikor én még emlékszem, hogy ilyen betárcsázós modemjeink voltak, akkor ő már akkor tudta, hogy ebből üzlet lesz, amikor még senki se gondolta volna, hogy egy ilyen telefon letöltöd három perc. Hogy voltál a kezdeteknél ezek szerint? Te tudtad, hogy ő mire készül? Az elején rögtön nem, de elég hamar. Nem vagyunk barátok, ez túlzás, de kávéztunk már együtt, hogy így mondjam. Tehát beszélgettünk elég sokat.
És ő ezt nagyon jó, tehát annál egyszerűbb modellt nem tudsz elképzelni, hogy otthon van a kisasszony, föl kell, kinyitja a laptopot, följelentkezik egy rendszerre, és onnantól fogva mutatja őt a kamera. Illetve mutatja őt a chat szoba, a live szoba, inkább így mondom. Ennél egyszerűbb nincs. Ha két napig nem megy föl, akkor két napig nem megy föl. Attól még a live jazzing nem fog összeomlani, mert másik 10 000, most mondtam én számot, nem tudom, csaj meg ugyanúgy föl fog menni, maximum neki tűnnek el majd a rajongói, mert megbízhatatlan, meg nincs fönn, akkor majd nem jövök ide. Voltál már ilyen oldalakon? Néztél már ilyen oldalakat egyébként? Vagy tehát olyan szemmel, mint esetleg egy vállalkozás? Nézted ilyen szemmel? Nem. Na most a filmgyártással kapcsolatban, ugye te azt nyilatkoztad magadról nagyon sokszor, hogy te egy gátlásos ember vagy, és tényleg visszafogott vagy, és nem is szereted azért ezeket a szavakat úgy használni, ahogy használják. Na most tökre ellentmondásos amúgy, hogy egy gátlásos ember végül is ilyen filmproducer lesz, mint amilyen te voltál. És a könyvedben olvastam, hogy volt olyan is, hogy te cuppogtattad el a hölgyeknek, hogy mit szeretnél hallani a filmben. Na most ezekben a szituációban mennyire érezted kényelmetlenül magadat? Tehát, hogy vagy ezt annyira munkának vetted, hogy akkor az a gátlásosságod, ez nem szabott határt neked? Hát ha ezt tesszük alapul, illetve pontosan már a mondataid elejét, hogy hát ilyen felnőtt filmes producer meg rendező, aki úgy mond, hát a barátaim mindig mondták, hogy jó, de jó neked, mert ott vannak körülötted a sztárok, és te csak így csinálsz, és akkor mint egy étlapról válogatsz. 40 éve vagyok házas. Boldog házasság, még ezt se hiszik el. Hogy egy pornós, tele jó csajokkal, hát nehogy már. Az a lényeg, hogy a feleséged elhiggye, nem igaz? Tehát ha ő elhiszi, akkor ezzel nincsen gond. De micsodát? Hát, hogy ott voltak a lányok, és gondolom, hogy te is azt nyilatkoztad, hogy soha egyik lányhoz sem nyúltál hozzá, és hogy tényleg nem. Tehát, hogy de nem ezt nem hiszik el, vagy hiszik el nehezen, hanem az, hogy 40 év házasságban élek, boldog házasságban, 40 éve. Ennek ellenére, hogy hányszor kísértésbe ejtettek, próbálkoztak. Igen, igen, erről meséltél a könyvedben is, igen. De csak az elején aztán már ugye elterjedt, hogy nem érdemes. Uh-huh. Tehát akkor talán... hogy a fiúkat szeretem, nem itt a bajom lenne vele. Tehát akkor lehet, hogy még ez a gátlásosságot segített is abban talán, hogy tudtad ezt hideg szemmel nézni, és mondjuk egy-egy jelenetkor olvastam is a könyvedben, hogy azt mondtad, hogy nem is izgultál föl ezeknél jeleneteknél, mert hogy annyira azt nézted, hogy igen, jó legyen, szép legyen a lány, ne legyen pattanás a fenekén, ne folyjon el a sminke, hogy szinte nem is tudtad úgymond átadni magadat a jelenetnek? Ha az ember azt el tudja fogadni, hogy ezt nem az élvezetért csinálom, hanem a munkakedvéért, akkor ez könnyen megy. De ugyanez vonatkozik a modellekre is, mert megszokták tőlük is kérdezni, hogy tudod ezt csinálni, vagy hogy tudsz, ha hazamész, akkor utána hogy tudsz a barátoddal ugyanazt csinálni. Nyilván akkor nem ugyanazt csinálja, csak ugyannak nevezzük, tehát másképpen és más érzelmi állapotban. De ha ezt elfogadjuk, hogy ez munka, már pedig ezt el kell így fogadni, akkor ez én mindig mondtam, akkor ez eszébe se jut az embernek, hogy bármelyik lányjal kikezdjen, legalábbis nekem, mert tudok olyan rendezőkről, akik ezt nem így csinálják, meg volt, tudok olyat is, aki aktívan beszállt, meg tudok olyanról is, aki előtte próbát tett, mert hogy hogyan forgassalak be téged, ha nem tudom, hogy hogyan csinálod címszó alatt. Én rám az volt a jellemző, hogy amikor beállítottam egy jelenetet, még csak hozzá se értem, hogy tehát rólam nem nagyon hiszem, hogy készült olyan verkanyag, fotó vagy videó, hogy én megfogok valamelyik lánynak valamelyik test megfogom valamelyik testrészét. Nem nagyon hiszem. Ez egyrészt nem a gátlásosság, hanem azért, mert én nem ugye van ez a szó, hogy házi nyúlra nem lőünk, de én itt mindig előtérbe helyeztem azt, hogy, és hogyha az agyadba beteszed, akkor ez működik, hogy ők nekem nem szexuális célpontok, hanem kollégák.
Én megmondom, hogy mi az, amit látni szeretnék, ők, ha meg tudják csinálni, legjobb tudásuk szerint megcsinálják, de nem azért vagyunk ott abban a stúdióban, hogy nekem, sőt, én, hogy nekem jó legyen, sőt, azt is szoktam nekik mondani, hogy oké, rendben van, hogy egy bizonyos szintig élvezitek, amit csináltok, de nem ez a fő cél, hanem a fő cél az az, hogy a néző élvezze, amit lát. Élvezték egyébként, amit csinálnak sok esetben? Tehát, hogy egy ilyen kis műhelytitkot elárulsz, hogy azért ugye a filmen mindig az látszik, hogy ők nagyon élvezik, de én nem vagyok ebbe teljesen biztos, hogy valóban hány százalékban élvezhetik ezt ők? Hát azt kell, hogy erre válaszoljam, és mindig is ezt szoktam válaszolni rá, hogy te magad válaszoltad meg a kérdésedet, hogy nem vagy benne biztos. Tehát akkor mi jól végeztük a munkánkat, mert ha bármelyikben biztos lennél, akkor nem jól. Ha megjátsza, akkor rossz volt a rendező, vagy fadarabb volt a csaj. Ha meg roppantul élvezte, akkor meg már nem lesz olyan jelenet, mert akkor azért nem tud úgy koncentrálni. Tehát, hogyha magyarán a néző ezt nem tudja eldönteni, akkor mi jól végeztük a dolgunkat. Még annyit hozzátehetszek egy picit kiegészítésképpen, ha inkább elhithetjük azt, hogy ő tényleg élvezte. Na és ezt nem tudja eldönteni a néző, hogy ezt megjátszotta, vagy tényleg élvezte. Na így javítom ki magamat, ekkor végeztük jól a dolgunkat. De akkor nem válaszoltál végül is, hogy körülbelül hány százalékban élvezhetik mondjuk ezt a szereplők? Mert arra nem mondtál választ, csak az, hogy jól csináljuk a dolgunkat, hogyha el tudjuk hitetni. De hát most válaszolhatnám megint ugyanezt az előbb, amit az előbb válaszoltam, de akkor mondom, nem végeztem ilyen statisztikákat, úgyhogy nem tudom, hogy hány százalék. Ebben az iparban ugye sokan azt gondolják, hogy drog, alkohol, bulik, éjszakáig tartó forgatások, ez mennyire menő, és te meg ugye elmondod, hogy nem, mert hogy ez igenis munka, és ez kemény, kemény odafigyelést és koncentrációt igényel. Vannak olyan filmeid, belekukkantottam itt a filmeknek a címébe és a hátterébe, és például a franciás pezsgő, aminek a lényege, hogy a pezsgőbe élvezés, nem tudom, hogy ezt majd vagy kisípolom, vagy nem, a lényege a filmnek, és ezek az ötleteid, vagy például van ez a másik, amit szintén fejegyeztem magamnak, hogy buja gyertyák, ott is gondolom, hogy a gyertyákkal játszadoztak a szereplők. Ezek honnan jöttek ezek az ötletek? A te ötleteid, a te fejedből pattantak ki, vagy együtt összeöltetek, és úgy találtátok ki, vagy esetleg egy olyan vágyálmaid volt, hogy ilyeneket lássál, tehát honnan jöttek ezek az ötletek? Hát az a két film cím, amit most említettél, az történetesen életem első két felnőtt filmje a Lux Video által, tehát amiket csináltunk. Tehát amit mondtál, tehát a franciás pezsgő lényege az, hogy a pezsgőbe belekerül az az anyag, amiért a férfi alapvetően csinálja azt, hogy... Tehát ezt most csak azért mondom így, hogy ha esetleg azt ki kell vágni, akkor én jobban körülírtam. Tehát okay. hogy történjen, tehát hogy belekerüljön az, ami egy férfi, amit egy férfi elveszíthet egy ilyen jelenet végén, vagy egy ilyen szekt, egy ilyen aktus végén. A bujagyertyák az volt, ezt egyszerre forgattuk mind a két filmet, ott pedig egy 18. születésnap történet, egy buli, házi buli története, ott 18 gyertya, száll gyertya kerül főszerepbe, hogy így mondjam ezt, hogy megint nekem kivágni. Igen, szóval ezt történetesen, ezt közösen írtuk egy azzal az operatőr rendező sráccal, akivel tulajdonképpen én elkezdtem a felnőtt filmek forgatását. Tehát a felállás az volt, nekem akkor nagyon beteg volt a lábam, én mankóval jártam. A felállás az volt, hogy egy barátom összehozott ezzel a sráccal, aki azt mondta, aki végzett profi operatőr, aki tanított is egyébként, akkor még úgy hívták a filmművészeti főiskola, még akkor ez volt a neve, operatőr szakon tanított, hogy ő hozza a kapcsolatrendszerét, mert ő szeretné egy ilyen, a szakmai kapcsolatrendszerét szeretné ilyen típusú filmeket forgatni, én meg, ha tudom, akkor hozzam a pénzt. És akkor én lettem a producer, ő volt az operatőr rendező. És ez egy közös munka volt ennek a két film sztoriának a összerakása, a forgatókönyv megírása, de általában
úgy történt, volt, ami az én fejemből pattant ki, az én ötletem, volt, aminek konkrétan én jöttem a forgatókönyvét. Ezt mondjuk lefeküdtél aludni, és akkor gondolkoztál, hogy na jó, akkor most mi legyen a következő film, de komolyan, tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy mi legyen a következő film, és hogy megjött reggelre az ötlet, te ilyen típusú vagy esetleg, mert sok ember olyan tényleg lefekszik este, és reggel föl kell egy ötlettel, vagy pedig napközben agyaltál rajta, nézted az ötleteket az újságokban, vagy... Volt, mind a kettő volt, volt olyan is, hogy éreztem, hogy nem jó például a film címe. És akkor úgy betettem, és akkor pof, egyszer csak beugrott, na, és akkor az lett a nyerő cím. De volt olyan is, hogy egy történet kipattant az agyamból, és akkor azt úgy még nem írtam le, de így ízlelgettem, meg alakítgattam itt belül, és amikor már úgy összeállt a váza, akkor már leírtam, de mindig, azért hangsúlyozom, hogy ezt mindig egy ilyen forgatást, egy ilyen csapatmunka megelőzte. Tehát mindig összeült a stáb, volt, hogy nagyobb stáb, volt, hogy kisebb stáb, valaki esetleg előállt egy ötlettel, azt megbeszéltük, hogy jó vagy nem jó, ha igen, akkor mondtuk, hogy írjál belőle egy pár, úgy hívják, hogy szinopszis, akkor írjál belőle egy ilyen egyoldalas összefoglaló történetet, ha jónak találtuk, akkor dolgoz ki a forgatókönyvet, vagy ha nem, akkor odaadtuk másnak, tehát ez mindig egy ilyen csapatmunka volt. Ilyen mindig brainstorming. Brainstorming, igen. Uh-huh. Hát igen, az irodában mindig volt ilyenkor, hogy összeült a csapat, és együtt dolgoztuk át a forgatókönyvet, együtt találtuk ki a dolgokat. És a feleségedet mennyire avattad bele ezekbe az ötleteidbe, vagy ő mennyire vett részt mondjuk ebben az egészben? Hát annyiban, hogy a készterméket mindig neki mutatta meg először, tehát magát a filmet, ő volt a legszigorúbb kritikusom. Tehát ez teljesen természetes, hogy tudta, hogy mivel foglalkozom, hiszen 20-valány évig egy, de az is hozzátartozik a dologhoz, hogy amikor én elkezdtem felnőtt filmeket forgatni, akkor már 11 éve házasok voltunk. És ugye jött nekem az a térdbalesetem, amikor abba kellett hagyni, amivel foglalkoztam, és akkor kitaláltam, hogy legyen az a felnőtt film forgatás, és természetesen megbeszéltem Magdikámmal, aki azt mondta nekem, hogy oké, hogyha ezt akarod csinálni, akkor csináld, csak azt tedd meg, hogy ne adjál okot arra, hogy féltékeny legyek. És akkor ez maradéktalanul teljesült is, de és innentől fogva nem, ő tehát tudta, hogy mivel foglalkozom, tehát nem szégyeltem neki megmutatni, hogy mondd el a véleményedet róla. És akkor leültetek a kanapéra, ezt így kell elképzelni, megnéztetek a filmet egymás mellett, és akkor elmondta a véleményét, vagy hogy? Nem ez volt a jellemző, volt ilyen is, de azokra a filmekre volt jellemző, hogy együtt néztük meg, amit ilyen csúcskategóriásnak tartottam, és így figyeltem a reakcióit. De általában úgy történt, hogy itthon hagytam egy VS között, tehát amikor lesz időd, nézd meg, és akkor majd mondd el. És akkor két nap múlva mondta, hogy mi a véleménye, ez jó vagy nem jó? Volt el, ami azt mondta, hogy jó. És ami azt mondta, hogy nem jó, akkor az mi történt? Ugyanúgy semmi. Hát most egy leforgatott filmmel mit tudsz csinálni? Hát most csak maximum azt mondta, hogy ez nem te vagy. Egyébként volt olyan filmed, amire mondjuk nem vagy büszke, tehát amire utólag azt mondod, hogy hát ez nem sikerült a legjobban. Hát minden rendező életében van olyan film, amire elmondhatja, hogy nem sikerült tökéletesen, inkább így mondom. Egy biztos, hogy az összes filmemet fölvállalom, és az összes filmemet szeretem. Egy-két film van, például a Hótehénke, amit... Ez az első, ugye? Az első rendezésem. Az első rendezésem. De akkor már forgattunk több filmet, de hogy én, annak a forgatókönyvét konkrétan én írtam, csak az utolsó pillanatban, amikor már minden összeállt, minden készen volt, egy héttel a forgatás előtt ez a srác, akivel kezdtem, akit mondtam, ez az operatőr rendező, följött, hogy abba hagyta velem a együttműködést, nem akar velem többet forgatni, és ott álltam egy előkészített forgatással, mi legyen, és kellett találnom, persze a stáb többi tagjai segítettek egy operatőrt, és akkor azt mondtam, hogy én írtam a forgatókönyvet, megrendezem. Ráadásul akkor már nem tudom, hány tizenvalahány, több tíz filmen túl voltunk, és rám mindig az volt a jellemző, miután, ahogy mondtam, hogy szerettem csinálni, én mindig minden forgatáson ott voltam.
és mindig, de meg az utómunkálatoknál, a vágásnál is, az utószinkronnál is, mindenhol, és mindig figyeltem, és kérdezgettem, és az operatőr srác választotta, hagyjál dolgozni, mert így nem haladunk, mert ezt miért így csinálod, miért? Figyeltem, hogy hova rakja a lámpákat, figyeltem, hogy a kameramozgást, ezek, és akkor az így megtanultam, figyeltem azt, hogy hogyan lehet összerakni egy filmet filmszerűen fölvéve, tehát egy ezt a filmet sem, ami cselekményes, ugyanúgy, sem úgy veszik föl, hogy, ahogy le van írva a forgatókönyve, hanem snittenként, meg ahogy a hagyományos filmeket, hogy itt ehhez fölveszünk egy jelenetet, és akkor majd lehet, hogy két nap múlva a folytatását. De úgy ezt a rendezőnek már fejben látnia kell, hogy mit rak egymás mögé, mert úgy kell fölvenni. Hmm. És ezt megtanultam, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor megrendezem én. Ez a hótehénk, ez jól sikerült akkor? Tehát, vagy erre? Azt azért hoztam föl példának, mert akkor világbajnok volt, hát az egyrészt mese, feldolgozás, akkor utána még egy csomó mesefilmet, igazi mesefilmet dolgoztunk föl, Csipke Józsika, Hamu Popóka, meg Piroska és a farkak, tehát egy csomó ilyen filmet csináltunk, meg mozifilmeket is csináltunk, és visszatérve a hóteink, illetve ez szerintem nagy siker volt, de amikor kiadtuk ennek jó pár évvel később a újra digitalizált DVD változatát, és megnéztük, hát döltünk a rögéstől, hogy mit, tehát egy rémaranyos dolog volt, amikor, ahogy ott történt a forgatásnál, hogy mit akarok ezzel mondani, az úgy jelent meg az a DVD, most már mondhatom, mert már rég nincs belőle, tehát nem reklám, egyrészt számozottan, én számoztam meg, és komolyan mondom, én írtam alá mindegyiket, de megjelent eredeti hanggal is, meg utolszinkron is. Nos, aki megnézte az eredeti hangosat, szerintem az dőlt a rögéstől. Hát gondolom, én nem láttam ezt a filmedet, de lehet megnézem. Hát. Na most... azt is olvastam, ugye a könyvedben benne van, hogy rengeteg extrém helyzet, extrém szituációba keveredtetek bele, mikor válogattátok a helyszínt. Mi az, amire visszaemlékszel most már ennyi idő után, és azt mondod, hogy hú, ez tényleg ez egy nagyon extrém helyszín volt, ez egy nagyon extrém forgatás volt, és ez jó élménnyel tekintek vissza erre a momentumra. Hát például az egyik legextrémebb helyszín volt egy roppantul elhanyagolt és elhagyatott gyártelep a Csepeli, üzemcsarnok a Csepeli gyártelep területén, ahol egyébként azt a filmet forgattuk, amiért az első két díjamat, két Oscar díjat kaptam, ami ez teljesen szürreális volt minden, egyébként a film is kicsit ilyen fetis típusú, de eléggé szürreális film volt, mit tudom én, ott volt egy ilyen kiszuperált mozdony, és akkor azt mutattuk, hogy mint egy sárkány löveli ki a tüzet, a mozdony, és most így elmondva lehet, hogy nem annyira, de nagyon látványos volt. De így elmondva lehet, hogy annyira nem képszerű a dolog, de valaki elbújt a mozdony és a mozdony takarásába, vagy a kamera lelásra, és akkor ilyen lángszóróval fújta ki a időnként nagyon lát, és előtte ment a szex. Vagy akkor, amikor hűtőkamrában forgattunk, mínusz 40 fokban, csontá volt, csontát úgy fagytunk meg, hogy most nem emlékszem, november-december valahogy így forgattunk, de tél volt, az biztos, az udvarra jártunk ki melegedni. Én úgy áthagytam, hogy hazajöttem még, mit tudom, 3 órán keresztül, így vacogtam. És akkor el lehet képzelni a szereplőket, akik ugye ruhában, mondjuk fetis ruhában voltak, hogy ők, persze erre viccesen mindjárt megkaptam azt, hogy könnyű volt a srácoknak, mert egyszer kellett keménynek lenniük, és utána úgy meg is fagyott nekik. Tehát azért ez nem volt ilyen egyszerű. De voltak, vagy mit tudom, amikor ugyanezt a filmet forgattuk, és kellett csinálnunk egy olyan merencét, ami egy irdatlan nagy méretű műterem volt,
és abból csináltunk merencét. Olyan merencét, hogy körülbelül olyan térd alatt végződött a víz, de hát azt körbe kellett építeni, azt ki kellett fóliázni, azt meg kellett tölteni vízzel. Akkor latolgattuk, hogy hozatunk termálvizet, hogy ne a hideg vízbe álljanak a szereplők, és akkor majd lajtos, ilyen tartálykocsikkal hozatjuk a meleg vizet, mert akkor langyos lesz. Igen, de hát az akkora felület lett volna, hogy mire megtelik, addig a pont kívül. Tehát semmilyen, akkor semmi más lehetőségünk nem volt, csak az, hogy ilyen slaggal telengedtük. De akkor meg arra kellett vigyázni, hogy nehogy kilukadjon a fólia, mert akkor minden kifolyik. Vagy akkor, mit tudom én, amikor... Nagyon-nagyon sok érdekes. Sok helyszín volt, gondolom, ami emlékezetes volt, és sok személy is, aki emlékezetes volt a munkásságod alatt, és olyan nevek is felkerültek a könyvednek az oldalára, akin én magam is meglepődtem, ilyen például Zalatnai Cini, Molnár Anikó, vagy V.V. Alekosz. Velük, vagy arról beszélsz nekem, hogy például mi volt Cinivel? Tehát, hogy lett volna egy film Cinivel is? Hát ezt most nem tudom, hogy érdemes-e felmelegíteni, mert ő engem többször itt nagyon vigyáznom kell, hogy nehogy beperelhető legyek, vagy esetleg olyat mondjak. Tehát többször azért megkért arra érjesen, hogy én ezzel ne példálozzak, mert hogy ő ezt nem akarta volna csinálni. Tehát ami a könyvemben le van írva, az megfelel mindennek, de most azért nem nagyon, tehát az igaz a valóságnak, de azért nem melegíteném föl ezt a témát, mert egyrészt régen volt, másrészt pedig tényleg nem akarok, utólag most már nem tudom, 10 év is talán eltelt, tehát most ha bármit kijelentenék, és ez nem azt jelenti, hogy igen, meg azt sem jelenti, hogy nem, de bármit kijelentenék, nehéz lenne bizonyítani. Hát most inkább V.V. Alekosz, mondjuk például, akkor hagyjuk Cinit. V.V. Alekosszal mi volt? Mert pont a könyvben ott hagytad abba, hogy lehet, hogy aláírunk valamit, és hogy lehet, hogy valami, tehát hogy ő valami részt vesz. Hát vele addig jutottunk el, hogy csináltunk is neki egy válogatást. Mert hogy majd az én segítségemmel ő fogja megrendezni élete első filmjét, de aztán miután a válogatáson azt hiszem egy vagy két szereplő jelent meg, és nem volt kiből válogatni, ezért ez a projekt, ez meg se valósult. Tehát annyi volt csak, hogy ő szeretett volna velem filmet forgatni, segítsek neki, de nem lett az egészből semmi. Tehetségesnek tartottad az Alekoszt egyébként? Milyen szempontból? Bármilyen szempontból. Hát egy ideig jól menedzselte magát, maradjunk ennyiben. Egyébként mondtad a Molnár Anikónak a nevét, őt szerettem volna, hogyha forgatunk, az elején elutasított. Tehát odáig jutottunk, hogy talán kétszer beszéltem vele telefonon, és a második alkalommal egyértelműen azt mondta, hogy én erre nem vagyok képes, úgyhogy hagyjuk is a történetet. De én meg sose voltam az a típus, én egy ideig próbálkoztam azzal, hogy az úgynevezett szerepvilágból behozzak szereplőket. Ez nehéz volt, gondolom. Tehát ez de lehetettem volna. Hát annyi munka volt vele, és mindig megkaptam azt, hogy az utolsó, volt, aki az utolsó pillanatban lépett vissza. Már azon voltunk, hogy szerződés aláírás, amikor jött, hogy megduplázza az igényét. Például kiről veszi ezt, most elmondod, vagy nem mondod el? Hát egy elég híres modell. Legyen ennyi elég a nézőknek, igaz? Nagyon híres modell, és Playmate is volt, és talán itt. Milyen gázsikat kértek ezek a celebek? Tehát milyen összegre kell gondolni, amit mondjuk nem tudtatok már megfizetni, elmondod ezeket az összegeket? Durva milliók. Hát és abban az időben azért ezek még nagyobb pénzek voltak, mert hát most persze. Is milli, tehát azért egész... De az, amit akkor kínáltunk, még most is nagy pénz. Hát akkor el sem merem képzelni, lehet, hogy házára tudta volna kifizetni belőle. Hát, azt azért nem, de egy jó autót igen.
Egy akkori jó autót, nem egy mostani, tehát nem 40 millióban kell gondolkodni, mondjuk egy jó, nem mondok márkát, egy jó autót, de egy akkori közép felső kategóriás autót simán meg tudott volna belőle lenni. És akkor mindenkinek a fantáziára bízom az összeget. Azt mondtad te magad, hogy viszont mindenki ugye úgy gondolta, hogy te ebből nagyon-nagyon jól keresel, és hogy baromi sok pénzed van belőle, de hogy te magad azt nyilatkoztad, hogy egyébként meg azért nem keresel annyira jól, mint ahogy az emberek gondolják. Ezt miért mondtad, hogy nem? Tehát azért nyilván ezért az átlagnál nyilván sokkal jobban kerestél, de miért mondtad azt, hogy nem keresel annyira jól mégis ezzel? Hát azért, mert volt összehasonlítási alapom. Tehát tudtam azt, hogy ugyanazok, akik ezzel foglalkoznak, mint én, adott esetben nem is olyan sikeresek, mint én vagyok, csak jóval nyugatabbra élnek, mint én, azok mondjuk mennyivel jobban keresnek, és mennyivel jobb az anyagi helyzetük. Tehát csak mondok egy példát, ameddig mi például jártam, amikor még volt fesztivál, filmfesztivál Cannes-ban, mi mindig kocsival mentünk, ők magánrepülővel jöttek, például az amerikai producer, az amerikai rendező, vagy az európaiak. Tehát mondjuk az európaiak nem magánrepülővel, hanem repülőjárattal. Mi akkor kevesebb pénzből gondolkodtunk még, akkor én levezettem azt a 1800 kilométert, ha jól emlékszem, és úgy mentünk. De tudom azt, hogy rengeteg európai, német, francia, olasz filmes Magyarországon fektetett be ingatlanba például. Na most ez nem azt jelenti, hogy én nem kerestem jól, mert rengeteget utaztunk, tehát nem volt probléma elmenni akárhányszor egy étterembe, ha akartunk, nem volt probléma egy évben többször elmenni nyaralni, eljutottunk olyan helyekre, nem csak a forratás miatt, amiatt is, de a magánéletben is csak ketten a Magdikámmal, hova mások nem biztos, hogy eljutnak. Tehát mi nagyon jól éltünk, és azt mondom, hogy rengeteg jó évet köszönhetek a műfajnak, de nem éltünk olyan jó, nem kerestem annyi pénzt, mint mondjuk egy nyugat-európai ugyanez a kategória. Nyilván, de azért gondolom, azért ez nem tűnt el, tehát félreraktatok, mert azt is nyilatkoztad, meg hát lehet tudni, hogy a modellek nagy része mondjuk nem is nagyon marad meg nekik ebből a pénzből, hiába keresnek milliókat ugye egy-egy forgatás alkalmával. Ők viszont nagyon nagy részt felélik, de gondolom azért ti gondolom okosabban gondolkodtatok, és ez ebből azért maradt meg az öregkorotokra is, ha lehet ilyet mondani. Hát azt még hol van, azt még nem tudom. Hogy mi lesz az öregkorunkban, de igazítanának, azért nagyon ritka az, amikor egy lány több millió forintot keresett egy film forgatásával. Tehát azért az nem az átlag, a csúcs kategóriás szupersztárról el lehet mondani, hogy akkor se több millió, de nagyon sok pénzt keresett, de az a kategória, aki azt szoktam mondani, akit nem az eszéért szerettünk, ő, ahogy jött, ment is a pénz. Tehát akkor meg lett a barátnak az x-edik bőrcsekije, akkor lehetett menni budizni, akkor lehetett autót lecserélni, lehetett megvenni a 220. pár cipőt, ameddig tartott a pénz, tartott, és utána megint. Akkor ő az volt a jellemző rájuk, hogy akkor őket hiába hívtad, nem értek rá forgatni. Volt, aki föl se vette a telefont, volt, aki azt mondta, hogy most köszi, nem, most pihenek. Aztán, mit tudom én, két hónap múlva ő hívott engem, hogy van-e munka, mert nyilván elfogyott a pénz. De akinek egy icipici esze volt, és én mindig, akihez közelebb álltam szakmailag is, meg emberileg is, na persze nem annyira közel most, ami félreérthető, hogy többet beszélgettünk, meg többet töröttem velük, én mindig mondtam nekik, és akinek volt egy pici esze, az meg is fogadta ezt a tanácsot, hogy ugyanúgy gondolkodj mondjuk 10 évvel előre, mint mondjuk egy sportoló. Tehát tanulj valami szakmát, tedd félre a pénzt, éljél jól, amennyire csak tudsz, de ne az legyen a cél, hogy még van nem tudom mennyi, akkor hogy tudom elkölteni.
hanem szépen tedd félre, mert gondolj arra az időszakra is, amikor már nem leszel ilyen kapos. És akkor... Ez elmúlik, aztán... igen, ez az időszak. Hát persze. És aki ezt megfogadta, az megcsinálta az életét, megalapozta, aki meg nem, annak meg nem sok van, annak valamilyen más lehetőség után kellett nézni. Azért ezeknek a lányoknak a lelküket is gondolom néha ápolgatni kellett, mert hát például itt van ez a hölgy, akiről pont most olvastam, hogy nálad is forgatott, Katinak hívják talán, és megölte a saját gyerekét, ugye föl is tettek, hogy Kovival is forgatott. Ismerted ezt a lányt, igaz? Ismerted őt. Sék, hogy? Ismerted akkor ezt a lányt, tehát ez hát, igaz ez a hír. Persze, hát hogy nem, forgatott. Forgattam már, Mit mondasz erre? Tehát, hogy ennyire megviseli ezeket a lányokat lelkileg ez a dolog, hogy akár ő mondjuk egy ilyen tettet követel, de olvastam sok olyan sztárról is, aki mondjuk drogtúladagolásban halt meg, vagy aki öngyilkos lett, tehát, hogy ekkora nagy teher van rajtuk lelkileg, hogy ilyenek lesznek, vagy ez amúgy is bekövetkezne szerinted? Hát, könyörgöm, hát ne mondd már, hogy ez a szegény lány vagy nő azért ölte meg ezt a kicsi gyereket, mert 20 éve forgatott. Hát nem tudom, hogy hány nem... évet forgatott, csak hogy lelkileg hogy mennyire. De hát semmi köze nincs a kettőnek. Most az, hogy mert arról írnak, hogyha egy pornósztár, felnőtt filmesztár, most tök mindegy, hogy ha kicsit pejoratívan akarom megnevezni, egy pornós öngyilkos lett, vagy egy pornós drog túladagolásban meghalt, arról írnak, mert a szenzáció, amellett mennyien hallnak meg naponta ugyanebben? Nyilván. Hát nyilván. Akkor nyugodtan elmondhatom, és bátran kijelenthetem azt, hogy mint ahogy, az első nem reagáltam az előbbi, majd ezt ne felejtsem el az előbbi mondataidra, hogy semmivel se több, mint hogyha az úgynevezett civil életben találkoznánk hasonló esetekkel. Tehát egyébként meg csak mondom, hogy én, ha megláttam valakin forgatáson, hogy esetleg ivott, vagy esetleg valamit füvezett, vagy nem tudom, rögtön haza küldtem, mert egyébként meg nagyon szigorú szerződéseket töltöttünk ki, amiben ő aláírta azt, hogy semmiféle tudatmódosító szer hatás alatt nem áll. Tehát ezt mondani, hogy azért, mert megviseli a lányokat, nem viseli meg. Van, akit megvisel, ő ki is kopik egy idő után. De a többséget nem viseli meg, ha meg igen, akkor abba hagyja. Ilyen egyszerű. De én nem is tudok olyanról. Tehát akikről tudok, mind anyukák, feleségek, családjuk van, munkájuk van, akinek mondtam, hogy kicsit félretett pénzt, vállalkozása van. Ahogy szokták mondani, és akkor most visszatérnék arra, mert mondtad, hogy sztereotípiák, mert hogy bulizás, meg a jó csajok, meg a pia, meg, akkor elmondom, hogy én amikor még azért hébe-hóba hívnak ilyen közönség találkozókra, mindig fölteszik a kérdést, tényleg kipróbáltad a csajokat? Meg tényleg ott maradtatok a forratás után? Meg tényleg van pia, meg minden? És akkor én viccesen szoktam mondani azt, hogy na jó, akkor figyeltek ide. Először is, igen, minden csajt kipróbálok a forratás előtt. Igen, igen. Bár az, hogy szereposztó dívány, az nem ebből a szakmából jön, hanem ugye a színházi szakmában egy. Tehát tényleg én minden csőt kipróbált, hogy ne persze, ezért vagyok 40 éve házas, mert biztos a feleségem nem tudná. Oké, kettő. Igen, ott maradunk forgatás után orgiázni, mert 12 órát forgatsz, ízadsz a lámpáktól, már hullafáradt vagy, de nem mész haza ugyan, de hogy hát még maradjunk ott, és akkor még csináljuk meg azt a csajt, akit előtted esetleg öten. Persze, hát mindig, hogy ne. Hát az, hogy piálunk, hát az alapvető, hát persze, hát most képzeld el, hát pia nélkül, hát nem élet az élet. Hát most maximum az egyik munkatársam annyira berúg, hogy földönti a 12 millió forintos kamera állványt, mert neki esik.
vagy földönti a lámpát, mert neki esik a lámpa tartó statívnak. Hát persze, mindig piálunk. Hát arról nem is beszél, hogy dolgozni is szoktunk. Ó, hát mindig. Legalább széttépítjük a forgatókönyvet, és eldobjuk, mert úgyse tudunk hozzá igazodni. Hát ezeket folyamatosan is... kérdezgették tőled. Én azért is akartam ilyen kérdéseket föltenni, mert szerintem ezek azok a kérdések, amiket gondolom kávé 5 percenként megkapsz bárkitől, nem? Tehát, hogy... Hát ezért választom le ezt. Hát meg hát tőlem, amikor elmegyek egy ilyen közönségtalálkozóra, és ez is megint összefügg az előző kérdésedre, hogy milyen egy pornoproducer, így néznek, te vagy a Kovi, mondom, én miért, mit vártál? Hát azt hittem, hogy ilyen arany, meg testőrök, meg kigyúrt, mondom, miért? Hát most én mitől? Hát, hogy kellemesen csalódtam benned. Hát oké, ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más. Tehát ez is olyan sztereotípa. A pornoproducer az vagy mafiózó, vagy alkoholista, vagy drogos, mind kipróbálja, minden, amiket az előbb elmondtam. Hát nem úgy nézek ki talán. Na most térjünk a mostani életedhez, amivel most foglalkozol, hiszen már az elején is elkezdted mondani, hogy egy teljesen új életbe kezdtél, teljesen más dologgal foglalkozol, lefogytál 97 kilót, ugye azt mondtad? Igen. És egy újfajta diétával. Milyen ez a diéta? Tehát mit kell róla tudni? Mennyivel más, mint a többi? Annyi diéta van, és hát mindig mindenki azt mondja, az enyém a legjobb, és aztán ez sem működik, meg az sem működik, meg kipróbálja, visszahízik. Szóval ez mivel jobb, mint a többi? Hát először is abban jobb, hogy ez nem egy fogyókúra. Tehát ez nem egy hagyományos fogyókúra, mert abból sok van. És ezt nem akarom minősíteni, én 100 félét kipróbáltam. És valóban úgy van, ahogy te mondtad, hogy a vége mindig az volt, hogy nagy kinkeservesen lement x kiló, de ahogy abba hagytam, mindig több jött vissza. Tehát ez nem egy úgynevezett fogyókúra, hanem ez egy olyan kúra, ami segít a szervezetet méregteníteni, segít a méreganyagokat eltávolítani a szervezetből. Nem maga a készítmény csinálja, tehát nem a Regenor pucol, meg nem a Regenor méregtelenít, hanem a szervezetet segíti elő, hogy megtisztítsa saját magát. Ez két fő részből áll, egyrészt az étrend, másrészt pedig ennek az italnak, ez egy ital egyébként, a Regenor, a rendszeres ivása naponta 4 alkalommal. Tulajdonképpen ennyi a lényege. Vissza kell térni, visszatérünk ezzel a módszerrel a gyökerekhez, ahogy a nagyszüleink táplálkoztak. Tehát nem eszünk lehetőség szerint, tudom, hogy nehéz kikerülni, de nem eszünk olyan ételeket, amik tele vannak tartósítószerrel, színezőanyaggal, egyéb ilyen adalékanyagokkal, mert az mind-mind olyan, ami nem egészséges. Nem fogy a cukor, nincsen például, meg egy-két olyan dolgot nélkülözünk a táplálékból, tehát a táplálkozásunkból, ami mi, nem... Mi az, amit nélkülözöl? Hát például tejtermék. Uh-huh. És a tejtermék vagy miért? Azt miért kell nélkülözni? Mert nem lehet inni a kúr alatt azért. Most kitérhetnék részletekre, de nem hiszem, hogy ez érdemes untatni az embereket. Talán mondhatom azt, hogy a tejtermék felnőtt korban, ezt nem én mondom, hanem szakemberek, hogy felnőtt korban szükségtelen. A Földön az egyetlen élőlény az ember, amelyik iszik felnőtt korában is tejet. Ha tudsz nekem mondani egy állatot, amelyik felnőtt korában tejet iszik, akkor kíváncsi leszek rá. Nem majd gondolkozom. Hát oké, nekem szokták mondani viccesen, hogy a macska. Jó, a macska, a házi macska, mert azt kap. De nézd meg az oroszlán, nézd meg a tigris, vagy nézd meg az elefánt, vagy nem tudom. Nem, nem. Például ezért, én legalább 40 éve egy kort tejet se ittam, és nem is hiányzik. És van még egy-két olaj, akkor az olajat le kell cserélni állati zsiradékra, tehát ahogy régen főztek, tehát a rántott hús sokkal finomabb olajban, zsírban kisütve, mint olajban, ahogy a nagymamám csinálta. Körülbelül ilyen dolgok vannak, egy-két dolgot, igen, cukor vagy méz, ilyesmit nem lehet enni, a kúra időtartam alatt, ami minimum 4 hónap, és cserébe azt kapod érte, hogy sose vagy éhes. És ami megint csak egy sztereotípia, csak ez éppen a fogyókúrával kapcsolatos, hogy nincs éhezés, mert az emberek azt gondolják, hogy fogyni,
fogyókúrázni, vagy súlyt leadni, nem fogyok súlyt leadni, csak éhezéssel és koplalással lehet, mint ahogy korábban én is csináltam. És bírtam egy ideig, aztán hazajöttem, volt egy rosszabb napom, föltéptem a hűtőt, kifosztottam, és abban a pillanatban vége lett a fogyókúrának már, és egy hét alatt több visszajött, mint ami lement kinkeservesen, mint a két. Tehát ebbe a kúrában az a jó, hogy egyrészt nem éhezel, innentől fogva nem vagy ideges, másrészt pedig nem sürget az idő, hogy jaj, mikor lesz már vége. Mert a rántott hús... Ez egy életmód. Ez egy életmód tulajdonképpen, tehát nem... Igen. Ez egy életmód. Igen, 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 és még egy dolog, ami fontos, hogyha ezt az életmódot komolyan gondolod, és tudod tartani, már pedig én 10 év múlva is szívesen eszem rántott húst, meg csülköt, salátát és roston sült pulykamenet azért annyira nem biztos, tehát ha ezt az életmódot szereted, akkor meg nem lesz jó effektus, és nem hízol vissza. Mióta csináld egyébként ezt a diétát, vagy ezt az életmódot? 2016. január 12-én ittam meg az első kolcsregenalomat, és azóta. Nem szenvedsz hiány, tehát nem nincs meg az az állandó őrítő éhségérzet, hát ez nagyon jól tud lenni, és érzékeled azt, hogy egyre jobb vagy, egyre jobban érzed magad, egyre frissebb vagy, egyre energikusabb vagy. Nekem magas volt a vérnyomásom, iszonytató magas volt, gyógyszerrel volt 175, magas volt a cukrom, hát 207 kilós voltam. 207, mint egy, ez iszonyatos. Tehát vérnyomás, cukor, olyan aszmás voltam, hogy éjszaka arra ébredtem, hogy megfulladok, úgy körgök. Kétféle aszma, ilyen fújó, ilyen sprayt kellett. Alig tudtam menni, alig tudtam mozogni, állandóan izzadtam, lihegtem, szuszogtam, fájtak az izületeim, a térdeim, minden bajom volt. Úgy éreztem magamat, mint egy zsírbörtönben. És akkor jött ez a módszer, és azt mondtam, hogy úgy sincs, tehát többen mondták nekem, figyelj, 207 kilósan megvannak számlálva a napjaid. Az nem lehet, hát az egyszer nem bírja a szív, nem bírja az érrendszer, és akkor belevágtam, azt mondta nekem az egyik barátom, hogy itt van 2 üveg Regenor, próbáld ki, a súlyodon kívül mit veszíthetsz. És akkor így jött, hogy kipróbáltam. És mik a terveid a jövőre nézve? Milyen, ezzel van terved akkor a jövőben, vagy pedig vannak más terveid is? Én itt teljesen jól érzem magam, nem tervezek mással. Én majd, nem tudom, valamikor innen szeretnék nyugdíjba menni, ha egyáltalán kell, mert tanácsot adhatok még 110 évesen is. A végére egy tíz kérdéses kis rövid, rapid válasz, tehát ilyen kérdés-választ állítottam össze, ami minden mostani szereplőtnek felteszek, hogyha csak egy mondatban tudsz válaszolni, tényleg nem sokban. Jézus vagy Buddha? Fú, jó, mert csaptál a... Jézus. Jézus. Nappal vagy éjszaka? Attól függ. Mitől? Hát, hogy mire? Mikor élsz jobban? Nappal vagy éjszaka? Melyik a te, ami neked szimpatikus? Én magoly vagyok, tehát én későn szoktam lefeküdni, vagy inkább azt mondom kora reggel, innentől fogva későn is kelek föl. Mind a kettőt szeretem, maradjunk ennyiben. Mindegyiknek megvan a maga előnye és a varázsa. Következő kérdésem, hús vagy húsmentes? Hús. Ez nem kérdés. Nem kérdés. Külföld vagy otthon? Is. Én nagyon szeretek itthon lenni, itthon a lakásunkban. Én nagyon szeretek Magyarországon is jönni-menni, gyönyörű szép helyek vannak, gyönyörű szép, és ez tényleg nem a reklámhelye, mert egyébként, amikor forgattam, gyönyörű szép helyeken voltam Magyarországon, de egyébként gyönyörű szép helyeken voltam külföldön is, hát rengeteg. Hát például Bosznia-Hercegovinában forgattunk egy olyan jelenetet, hogy találtunk egy olyan vízesést, ami ugye egy ilyen zúgóba torkollott, egy ilyen nagyon-nagyon gyors, vagy inkább így mondom, nagyon gyors forrású folyó, ahonnan egyébként úgy hívják, hogy rafting, amikor így
Igen. És a közepén volt egy gyönyörű szép sziget, azt mondom neked, de csak kő volt. Nem volt nagyobb az átmérője, mint azt mondom, hogy 10 méter. És az operatőröm kitalálta, hogy azt a jelenetet ott fogjuk leforgatni. Én meg így, mint rendező, tudtam, hogy a háttérben a vízesés, és ők meg a szigeten, hogy ez gyönyörű lesz. De mint producer, a izzadság folyt rajtam, mert beéti a kamerát, 10 millió forint, mert megbillen a csónak, mert csónakról vette föl, akkor, na most, de te gyönyörű helyeken, tehát meg hát magán útjaink is gyönyörű szépek voltak, úgyhogy azt mondom neked, hogy is. Is. Vállalkozó vagy alkalmazott? Vállalkozó. Nem is gondolkoztál, hogy sose, hogy alkalmazott légy? Egy persze sem? De voltam én alkalmazott egy pár évig, de sok tesek. Voltál alkalmazott. Hát az érettségim után voltam egy, talán azt mondom neked, hogy 5 évig talán. Ja, várj, csak 75-ben érettségiztem, 79-ben bevonultam katonának, tehát akkor az a 4 év biztos, 81-ben leszereltem, és utána még talán 2 évig voltam alkalmazott, és onnantól fogva már mindent... Csak vállalkozó. Igen, mint vállalkozót csináltam. Ez a 80-as évek, amiről beszélünk. Kutya vagy macska? Kutya. Kutya. Analóg vagy digitális? Kényszerűségből digitális. Kényszerűségben nem szereted a digitalizmust, tehát, hogy mondjuk egyébként én is sokszor azt hiszem észre, hogy ez már túl sok, tehát, hogy tényleg napi szinten változik minden, és az ember már csak így kapkodja a fejét, hogy úristen, tegnap még ez így működött, ma meg már így működik. Igen. Gondolom vele, hogy te is így vagy vele. Gyerek vagy gyerek nélkül? Erre egyértelműen tudom a választ, nekünk nincs gyerekünk. Igen, tehát ezt tudom. Gyerek nélkül... Mennyire volt tudatos? Hát az az életmód, amit én éltem, és pontosabban, amit együtt éltünk a Magdikámmal 20-valány évig, az nem engedte volna meg, hogy gyerekünk legyen. Utazások, rendszertelen életmód, most arról nem beszélek, amivel foglalkoztam, mert az nyilván nem került volna közelébe, de inkább ez az első kettő. Tehát nem jutott eszünkbe, nem akartunk gyereket, és aztán meg, mikor már úgy volt, hogy már úgy lecsendesedtünk, akkor meg azt mondtuk, hogy erre a világra. Psz, minek? Hát igen. Az utolsó előtti kérdésem, szinte tudom is a választ, de azért megkérdezem, mert fix kérdéseim vannak. Tartós vagy alkalmi kapcsolat? 40 év után mit válaszoljak erre szerinted? Hát nem is válaszolhatnál mást, mint hogy tartós. És szeretném, hogyha ajánlanál egy könyvet a nézőknek, amit azt gondolod, hogy hasznos lenne, hogy elolvassanak. Nagyon sok könyv ilyen lehetne, de mondjuk, ami azt hiszem, hogy hát a legnagyobb hatással volt rám, az mondjuk legyen a Secret, a titok. A titok. Ami ugye az univerzum, a vonzás törvénye. Hú, akkor ez nagyon... szinte spirituális vagy. Nem vagyok mélyen az, de valamilyen szinten igen. Tehát én mindenképpen hiszek, kérdezteti Jézus vagy Buddha, valamilyen szinten hiszek abban, hogy van valami, ami fölöttünk van, ami irányítja a mi életünket, hogy ezt Jézusnak, Buddhának, vagy más Istennek hívjuk, akkor maradjunk ennyiben, vagy univerzumnak, vagy materiál, tök mindegy, valami biztos, hogy van, én ebben hiszek. Most az, Szoktál is egyébként esetleg mondjuk imádkozni, vagy magadban elmondani valamit, szoktam. Hát szoktam meditálni is. Meditálni. Jógázni hát, esetleg? Jógázni nem, de meditálni igen, sőt van is egy mesterem, egy indiai jógi, aki legalább 8-10 éve vezet bennünket egy bizonyos úton, bizonyos pozitív irányba, és nagyon rendben tudja tenni az embernek a lelkét, és hát ma reggel is fél héttől hétig volt. Tehát minden nap meditálsz. Nem, hát meditálok minden nap, de így vezetetten
ő alkalomszerűen csinálja, és amikor van, akkor persze akkor ő segítségével, de amikor nem csinálja, akkor is az elég útra való arra, meg elég tudnivaló, hogy mit, hogyan csináljon az ember, ameddig legközelebb nem tart megint. De egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó, egy nagyon-nagyon bölcs ember, nagyon tudja, hogy mi kell az embernek, és hogyan tudja kivezetni a testi-lelki kátyúból. Esetleg majd a videó alá nagyon szívesen belinkelném az ő elérhetőséget, ha valakinek szüksége lenne rá, hogy ha megadod az elérhetőséget. Hát hogy minden további nélkül. Jó, szuper. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, remélem jól érezted magadat, remélem a nézőknek is tetszett, és, hát nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben is. No, köszönöm szépen, én jól éreztem magamat, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltál rám, és hogy megcsináltuk ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, sziasztok! Bízom benne, hogy tetszett az adás. Ha ez így van, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify lejátszóban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz engem. Ne felejts el bekövetni a Pár Perc Adival Facebook, Insta és TikTok oldalon, ahol folyamatos háttérsztorikat osztok meg. A YouTube-on a podcasteket videóval együtt tudod megnézni. Ja, és iratkozz fel a csatornára, hiszen csak így fogod tudni, ha új adást tettem fel. És természetesen nyomd rá a csengő gombra is az elmaradhatatlan értesítés miatt. A balázsazien.com weboldalon friss hírek a podcastekről, és mostantól már te is meg tudsz tanulni podcastelni. Nincs más dolgot, keresd rá szolgáltatásaimra. A Pár Perc Adival tabuk nélkül podcastadást hallottad, idei mottom, az életet előre élni kell, és utólag megérteni.